Kihűlt világ. Farkas István művészete. Ez egy kiállításnak a címe a Magyar Nemzeti Galériában, amelynek az apropóján szeretnék beszélni a holokausztról és a 75. évfordulóról. Gáth János galéria tulajdonos és Kolozsvári Marianna művészettörténész a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánunk. Ugye Farkas István világhírű festőművész, aki Auschwitzban fejezte be az életét. Fejezték be az életét. Mind a két témáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Kezdjük Farkas Istvánnal, mert nem tudom, merhetem-e azt mondani, hogy kevesen ismerik Magyarországon. Hát elég sokan ismerik tulajdonképpen, de nem elegen. Tökéletes pontosítás. Farkas István mégiscsak egy egyik legjobb festő, aki itt született, szerencsére vagy szerencsétlenségére, és nemzetközileg talán a legjobban ismert magyar származású festő. Munkát csinál ismertebb? Hát most jóval igen. Tehát Munkásnak volt egy híre valamikor, ami tulajdonképpen nyugaton már nem nagyon van, inkább itt létezik, mint művész. Farkas István az a művész a Magyarország közül, akinek tényleg sikere volt például New Yorkban is, egy múzeumi kiállításon és több kiállítás, amit én rendeztem a galériámban. Talán értetőbb magyar művész egy amerikai közönség számára, mint a többi, mert közelebb áll az abstrakcióhoz, mint bármelyik magyar festő, az abstraktokat is beleértve. És egy friss szemmel az önművészeti az, aki szerintem leginkább megállja a helyét ilyen nemzetközi. Hantai Simonig és Judit Reigelig. Hány alkotást lehet majd megtekinteni, Marianna? Csak nem 170 alkotást, ez az eddigi legteljesebb Farkas István bemutató, és a Nemzeti Galéria már évek óta folytatja ezt a modern magyar művészet klasszikusait bemutató sorozatot, és most a holokauszt évforduló kapcsán rendeztük meg a Farkas István kiállítást. És a kiállításnak talán azt mondhatom, hogy az egyik különlegessége, hogy igyekeztünk a kort is bemutatni, és ezáltal megértetni a látogatókkal a képeket. Tehát bemutatjuk például a korabeli Párizst, 20-as, 30-as évek Párizsát, ahol Farkas abszolút sztár volt, tehát nehéz elképzelni. Ő ma már a legnagyobbak, például Le Corbusier, vagy Auguste Perret építész, vagy Chester Dale vásárolták a képeit, és olyan barátai voltak Párizsban, mint André Salmon költő, vagy Jean Follen szintén költő, és a művészete tényleg abszolút ott volt a legnagyobbak között. A Le Monde azt írta akkor, hogy Matisse és Dufy közt van a helye. Marianna, János előbb úgy fogalmazott, hogy Farkas István szerencsére vagy szerencsétlenségére Magyarországon született. Ennek a kiállításnak a 75 évvel ezelőtti vészkorszak áldozatainak az emlékére van egy kamara kiállítása Soá címmel. Ott mit lehet megnézni? Ott megnézhetjük azoknak a művészeknek gyakorlatilag az emlékfalát, akik a holokauszt áldozatai lettek, és ezekre a művészekre lehet emlékezni. Idézetek, életrajzok, fényképek láthatók ezen a kiállításon. Önhöz kimondottan közel áll, ugye, az ő művészete? Hát 25 éve foglalkozom vele, és nagy szerencsémre ismerem Farkas Charlie-t, a művész fiát, aki fizikailag nagyon hasonlít Farkas Istvánra, és állítólag a viselkedésében is több közös is mondta azt, hogy a Charlie-t nézve Farkas Istvánt látják tulajdonképpen. Úgyhogy valahogy úgy érzem, hogy magát a művészt is ismerem a fián keresztül. Mi mindent tanulhatunk nézőként, ha megnézünk egy-egy ilyen festményt az ő művészetéből? Megismerhetjük azt a világot, a 30-as, 40-es évek világát, tehát láthatjuk azokat a
rémálmokat, azt a szorongást, amit abban az időben egy ilyen ember, mint Farkas István, neki is meg kellett élnie, hiszen gazdag ember volt, jó családból származott, azt lehet mondani, hogy mindene megvolt, egy sikeres céget, az Inger és Wolfner könyvkiadót vezette, a tulajdonosa volt, úgyhogy mégis, hogy milyen élethelyzettel és milyen valóban szorongással kellett megküzdenie, ezt remekül tükrözik a festményei. Én síelek, és valahányszor felcsatolom a lécet, mindig eszembe jut az a fotó Radnótiról és feleségéről, Fanniról, ahogyan boldogan síelnek, nem sokkal azelőtt, hogy a tragédia bekövetkezik, nem sokkal előtte. Valahogy mindig eszembe jut, ami egy ilyen nagyon bizarr személyes élmény. Azért mondtam ezt el, mert Farkasnak is valami egészen elképesztő története van. Igen. A vég előtt. Erről egy kicsit meséljenek a nézők. Hát a kiállításon pont ehhez kapcsolódva látható egy hatalmasra falnyira felnagyított fotó, hogy Farkas István 1943 végén gyakorlatilag Svájcban síjjel. Ő is. Gyönyörű hegycsúcsok között ott áll, és pár hónap múlva pedig halott. És ami a legérthetetlenebb és a legtragikusabb, hogy eszébe se jutott menekülni. Tehát nem gondolta arra, hogy ő is arra a sorsra juthat. Az utolsó pillanatig azt lehet mondani, bízott abban, és valóban miben? Furcsa. Hát abban, hogy a neve, a összeköttetései. A neve is, a helyzete is. Ő például az első világháborúban katona volt, és kitüntetéseket kapott, hőstetteket hajtott végre. És nagyon érdekes, hogy országgyűli festőművésznek az apja hasonló kitüntetésekkel rendelkezett az első világháborúban, és ezeknek a kitüntetéseknek a birtokában tudott olyan menlevelet szerezni, hogy Ország Lilit és az édesanyját le tudta szedni az Auschwitzba tartó vonatról. Ha így nézzük, akkor Farkas Istvánnak miért nem sikerült? A kiállítás végén tragikusan megdöbbentő az a három levél, amit utoljára írt, és a legutolsóban Herceg Ferenchez könyörög, hogy mentsetek meg, verés, éhezés, korbácsolás, piszoktenger, vigyetek valami emberi helyre, és onnan tovább valahova. És a végzet, az egyik leghíresebb képének a címe, annyiszor közbeszólt Farkas életébe, és az utolsó pillanatban is, a vonatot, amivel Auschwitzba vitték, Felső Zsolcánál ketté választották, az egyik fele Starshofba ment Ausztriába, ahol mindenki életben maradt, a másik fele ment Auschwitzba, és ott volt Farkas István, tragikus. A kiállítás egészen március 1-ig látható a Nemzeti Galériában. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Köszönöm.